Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek az új videókártyát, amit tegnap hoztam haza. Ez egy Sapphire HD 7870 Overclocking Edition Dual XS hűtő coolerekkel. Hát a doboz első oldalán találunk egy képet, a leírást, hogy 2GB GDDR5-ös Overclock Edition. Reméljük jól fogja bírni a strafát. Írja, hogy GHz Edition, igen, hogy overclockolva van, két jól hűtő cooler, ami az átlagnál bizony jobb, PCI Express 3-as verzió, DisplayPort 12, ha jó, igen, 1.2 HDMI, ez valami AMD Acceleration, nem tudom mi, Infinity 2 és 28 nanométeres csíkszélességen volt gyártva. Az bal oldalán csak egy leírat van, és egy logó. A jobb oldalán viszont írja az adatait, tehát, hogy milyen videókártya, minimum rendszerkövetelmény, 500 wattos táp, 75 wattos 6 pines PCI Express kábel kell hozzá, ha jól tudom, 2x6 pines, minimum 1 giga RAM, stb. Tehát ez a minimum, Windows 7-tel kompatibilis, Vista-val, XP-vel, tehát Windows 8-al is végül is, csak driver kell hozzá. Lehet hozzákötni DVI, HDMI, DisplayPort, LCD panelekhez, milyen külső csatlakozói vannak, kétszer DVI output, DisplayPort output és HDMI output. A hátoldalán ugyancsak egy rövid leírás, hogy pontosan Stereo 3D-t is szupportálja, PCI Express verzió 3, DirectX 11, stb. Mit tartalmaz a doboz? Magát a videokártyát, kábeleket, driver CD-t és telepítő, tehát útmutató könyveket, hogy beszerelése, stb. Ennek a jobb oldalán ír, hogy GCN 28 nanométeres architektúra, fast, gyors GDDR5, Infinity 2, Crossfire X, PCI Express 3, AMD Acceleration, Up Acceleration, DirectX 11, második generációs, szóval ez gondolom DirectX 11.1, HDMI, támogatja a 3D-t is, és audio supportja is van. AMD HD 3D technology-t is tudja. Itt leírják, hogy a doboz 100%-ig újrahasznosítható, nem itt érdekelne valakit. Az alul nincs semmi, fent viszont itt kell kibontani. Én már felbontottam, mert nagyon kíváncsi voltam rá. Hát, hogy ne lettem volna. Próbálom kivenni a dobozból. Egy pillanat. Addig leteszem a kamerát. Igen, itt is van. Ezt félretesszük addig. Tehát itt van a doboz. Ez nem valami csicsás, de hát nem is a csomagolás számít. Benne itt van egy ilyen védelmi eszköz, és maga itt a videókártya legfelül. Itt mutatja, hogy hogy kell a tápkábeleket rákötni, pontosan mindent, hova, mit, hogyan, rendben, 6 lépésben. Ezt egyelőre félretesszük, lássuk, mi van még a dobozba. Hát itt van, ez ilyen szépen kinyílt, van itt valami reklám, Sapphire külső hárdokat is gyárt. Az alaplap is gondolom, hogy csak az övék, vagy valami társ cégé lehet. Szóval erről ennyit. Egy telepítő CD-t. Driverekkel. Itt is van egy logó, ami majd persze ez is felkerül a gép oldalára, mert miért nem. Leírás, telepítési útmutató, stb. Ugyancsak ez is hol volt gyártva, Hongkong, nem semmi, de Németországban van, volt, igen, na, itt egy Crossfire híd, ha esetleg két videókártyát is szeretnék majd idővel betenni, ami nem kizár, de majd meglátjuk, hogy teljesít. Van egy átalakítónk, erre mondjuk nem lesz szükségem, és van két
kábel, hogyha a tápunk esetleg nem támogatná a... Tehát nem lenne 2x6-os pines áramfoglalat. Tehát ebből is van két darab. Szépen visszapakolunk, és lássuk magát a videókártyát. Ezt félretesszük, többi alkatrész mellé. Igen, és itt van maga a videókártya. Ezt leteszem a kamerát, mert nem tudom máskülönben kivenni. Elég masszív csomagolása van. És itt van maga a videókártya. Ezt megpróbálom inkább a székre tenni, talán jobban fog látszani. És igen, itt van maga a kártya. Van rajta két masszív cooler, ami jól néz ki. Itt vannak a kimenetek, HDMI, DVI, stb. A hátsó felén nem nagyon van semmi olyan nagyon érdekes. A hátsó felén ott vannak az tápkábelek, ahova kell majd csatolni. 2x6 pines. Látszik a hűtő. Leveszem gyorsan róla a fóliát, hogy jobban is meg tudjuk nézni. Ó, gyönyörű. Így van. Itt nem akarja az igazat. Betették alá az okosok. Én most ezt nem fogom leszedni egyelőre, mert ehhez kell segítség. Szóval itt van, látszik a hűtőbordák alól. A ventilátorok nagyon könnyen forognak. Hűtése szerintem nem lesz baj. Fent egy logó. Látszanak a rész. Nem tudom, milyen csövek lehetnek ezek. A hátsó felén, amit mondtam már, a 6 pin. Ez csatlakozó. Az alsó részén nincs semmi érdekes. Itt van a PC Express foglalat. Igen, és fent a Crossfire hídnak való összeköttetés. Hát ennyi lenne a videókártya bemutatója. Nézzétek a videóim, mert ezután jobb minőségben lesznek. Sziasztok!